tombol a nyár. Több ezren választják hűsölésre, szórakozásra a sárvári gyógy- és wellness fürdőt. Május elejétől szeptember végéig élvezhetik a vendégek a kellemes hőfokú szabadtéri medencékben a lubickolást. A sárvári fürdőben az élmény és kaland minden mennyiségben megtalálható. Most egy újabb élményponttal gazdagodott a város. Felavatták a sárvári gyógyfürdő új sárkányvárát és az átépített kalózhajót. Így ezen a nyáron sem maradnak újdonság nélkül a fürdő vendégei. A szombathelyi kötélugróklub tagjainak bemutatójával kezdődött a Sárvár fürdő legújabb fejlesztésének, a sárkányvárnak az avatása. Tavaly készült el a gyermek élménymedence felújításának, egy interaktív vízi játszótérnek az első üteme, idén pedig tovább bővült a sárkányvárnak nevezett létesítmény. Ezen túl a város két várral is rendelkezik, egymástól alig 1 kilométerre. Összekötve az 500 évvel ezelőtti települést a mai fejlődő sárvárral, jelentette ki Kondora István polgármester a gyógyfürdő új sárkányvárának avatásán. Egy nagyon izgalmas játékvár épült meg itt a fürdőbe. A fejlesztés az 2 évet vett igénybe, hiszen az első üteme tavaly elkészült, és most ebben az évben készült el a második üteme, egy nagyon izgalmas, valóban a gyereki fantáziát a végsőkig felcsigázó produkciósorozatot lehet ezzel az új sárkányvárral megépíteni. Én azt gondolom, hogy azon az úton, amelyen elindultunk most már 16 éve, hogy évről évre, vagy 2 évente nagyobbat, évente egy kisebb fejlesztést csinálunk, ebbe tökéletesen beleillik ez a sárkányvár, és azt gondolom, hogy a fürdőhasználók, különösen a gyerekek, de a gyerekek és felnőttek egyaránt izgalmakat lelhetnek itt ebbe az új komplexumba. A sárkányvár avató ünnepségén dr. Kondora Bálint, a Vasmegyei Turizmus Szövetség elnöke arról szólt, hogy a főváros kivételével az éves vendégészakák számát tekintve csak Zala megye előzi meg Vasmegyét. Mindenképpen üdvözlendőek azok a fejlesztések, mint az a mai sárkányvár, amely egy újabb élménypontot, egy újabb olyan kis apró attrakciót ad hozzá a megye turisztikai kínálatához, amely arra sarkalja a vendégeket, hogy hozzánk jöjjenek és éjszakákat töltsenek el itt nálunk. Számok tükrében annyit lehet elmondani, hogy a tavalyi évben 1.656.000 vendégészakát töltöttek el a vendégek Vasmegyében. Ez körülbelül 6%-os növekmény a korábbi évhez képest, és az idei év első negyedéves statisztikái is már rendelkezésre állnak. Ez azt mutatja, hogy újabb 6%-os növekedést értünk el az év adott periódusában. Arra számítunk idén, hogy 1.750.000 fölé fog menni ez a szám. Hát, hogyha azt nézzük, hogy pár évvel ezelőtt még 1,5 millió környékén voltunk, akkor ez egy elég impozáns növekedés. Lassan bátran tűzhetjük ki az ászlónkra a 2 milliós vendégészaka célt. Én úgy gondolom, hogy ez pár éven belül elérhető lesz, hogyha a különféle fejlesztések dinamikája így fog menni, mint ahogy az elmúlt időszakban és a jövőben is várható. Én úgy gondolom, hogy a Sárvár fürdő, illetve Sárvár, mint destináció, mindenképpen családbarátnak nevezhető. Miért mondom ezt? Maga a fürdő is, mint egy egység, ahogy az igazgató úr is kiemelte, számtalan olyan attrakciót rejt, amely a család minden korosztályának élményt nyújt. Az idősebbeknek talán a gyógyászat, a fiataloknak a kalandpark, a legkisebbeknek sárkányvár, a kicsit nagyobb bacskáknak a csúszdák és az egyéb élményattrakciók. Mindenki megtalálja maga számítás, de hogyha egy kicsit kintekintünk innen a fürdő kerítésén túl, akkor is láthatjuk, hogy azért a város is egy ilyen irányban mozdult el az elmúlt időszakban. A Nádasdi vár, mint talán a legjelentősebb turisztikai attrakciónk, úgy gondolom, hogy a idei és az elmúlt években, de talán az idei programkínálatban még inkább megmutatja, hogy a valamennyi vendég számára kínál lehetőségeket. És hát ne felejtsük el, hogy egy újabb turisztikai attrakció van kivitelezés alatt, ez pedig a Zeneháza, ami pedig szintén talán egy másik korosztály, tehát egy másik réteget fog megcélozni majd a program kínálatban. Vojtko Tibor, a sárvári gyógy- és wellnessfürdő igazgatója, avató beszédében elmondta, hogy 70 millió forintos beruházás során építették át a gyermekzónában található kalózhajós élményelemet, új vártornyok épültek, és interaktív elemeket is elhelyeztek. A cél az volt, hogy tovább erősítsék a fürdő családbaráti jellegét. Az Eleven Kft. Valósította meg, a kivitelezés március hónapban kezdődött, és hát most arra lett kész az átadóra,
és gyakorlatilag egy ütemben valósult meg, tehát megállás nem volt, és hát nem volt könnyű a feladat, pont azért is, mert a Sárkányvár is, és mint vár is, teljesen egyedi az országban, úgyhogy nem volt kitaposott út a megvalósítást illetően, és ez egy olyan, amikor én először a látványtervet megláttam, megtapasztaltam, akkor éreztem azt, hogy ezt mindenképp meg kell valósítanunk méghozzá az iskola szünet elejére, hogy a gyerekek már az idén tudják használni. Azt remélem tőle, hogy sok vendéget fog ez vonzani, és előbb-utóbb szájhagyományok útján is, meg természetesen a mi marketing munkák után is ennek híre lesz. És én egy nagyon jó dolognak tartom, számos olyan élményelem van, élményelemek az volt a fürdő, ami eddig nem volt. A borús, esős idő sem akadályozta meg, hogy az avatóbeszédeket követően dr. Kondora Bálint, Vojtko Tibor és Kondora István a nemzeti szalag átvágásával a gyermekek birtokába adja a fürdő új büszkeségét, a Sárkányvárat. Több mint 50-en léptek pályára a hagyományos sárvári kupán, amelyet 2 év szünet után rendeztek meg ismét. A Sárvár 50 strand kézilabda tornán 5 kézilabda csapat vett részt. A szomorkás időben még éppen le tudták játszani a mérkőzéseket, a sárvári fürdő homokos pályáján a csapatok, aztán elerett az eső. A házigazda, Sárvári Kinizsi Sportegyesület kézilabda szakosztályának vezetője, Csonka László értékelte a tornát. Tulajdonképpen 3 rendezvény sorozat része, hiszen ez a Mozdulj Sárvár, a Sárvár 50 és a hagyományos strand kézilabda torna, ami a szezonnyitó a Sárvárfürdőn című program része, tehát így illeszkedett be a strand kézilabda. Szerencsére nekünk még a kedvünkre játszott az időjárás, hiszen nem volt túl meleg, úgyhogy a lányoknak sikerült lejátszani ezt a 10 mérkőzést. 5 vasi településről, a házigazda Sárváron kívül, Szombathelyről, Répszálakról, Vasvárról és Celdömökről érkeztek csapatok, és egy nagyon jó színvonalú, jó hangulatú mérkőzés sorozatot játszottunk itt ma le. A hangulat az kiváló volt, még egyszer mondom, de az időjárás nekünk kedvezett, ha strandolóknak nem is, akkor még az eső sem esett, kellemes időjárási körülmények között. Jó kedve, itt volt a Vasmegyei Kézilabda Szövetség elnöke Farkas Ágnes is a díjátadón, úgyhogy jó volt, és jövőre lesz ismétlés, hogyha jó idő lesz. A Sárvár 50 strand kézilabda torna végeredménye. Első helyezett lett a Celdömök, második a Vasvár, harmadik a Sárvárfürdő Kinizsi, negyedik a Szombathelyi KKA ifi csapata, és ötödik a Répcela, a legtechnikásabb csapata Vasvár lett. Sajnos az eső az Alma Együttes koncertjét már a fürdő hoteljének konferencia termébe kényszerítette a Sárkányvár átadása után, de ez sem szegte a gyermekek kedvét, akik lelkesen énekelték a zenészekkel együtt a dalokat. Mámból engem sajnál nem volt ilyen komplex, azt hittem az élet párosabb vagy jobb lesz. Az esős átadó ünnepség után aztán megérkezett végre a nyári napsütés és hőség Sárvára is. Így végre önfeledten birtokba is vehették a gyerekek a Sárvárfürdő új élménypontját, a Sárkányvárat. Az első nagy különlegesség, amit szeretnék megemlíteni, hogy ebből csak egy van. Nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem világon is. És
Ez jelentette egyébként a kivitelezésnél a nehézséget is, hogy nem igazán volt minta. Tehát a látványterv elkészült, mi az alapján a beruházásba belevágtunk, és hát menet közben is megfogalmazódott sok olyan igény, ami változtatást jelentett az eredeti tervhez képest, és így készült el a vár viszonylag hosszadalmas, 2 hónapos kivitelezési idő után. Ami a különlegessége ezen kívül, még hogy ez az interaktív játék, tehát a gyerekeknek a tevőleges munkája kell ahhoz, hogy bizonyos látványelvek megmutatkozzanak, megjelenjenek, lehet céltáblára lőni, és a céltábla a pajzs bizonyos találatszáma után, vagy a sárkány, vagy a harang önti magából a vizet. Van hátul egy vízimolnár, aki arra vár, hogy a vízi malom kerekét valaki meghajtsa, és akkor az aranymosóba jut a vízről, a gyerekek pancsolhatnak vele, de ugyanez igaz az őrtálló katonára és a fölötte levő grádicsra is, hogy mind-mind szükséges ahhoz, hogy a gyerekek valahogy működésbe hozzák ezeket a szerkezeteket. De hát amint látjuk, legfőképpen a vízágyúzást szeretik, itt folyamatosan megy a várostrom. És hát ami még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kialakítottunk egy fotósarkot is, ahol lehet felvételeket készíteni egy kalodában, amit a felvételeket ingyen mindenki a vár mellett található terminálon keresztül a saját e-mail címére lekérheti, és majd szeretnénk egy játékot ezzel kapcsolatosan elindítani, aki a közösségi oldalakra fölteszi az itt elkészített fényképét, azok között egy értékes nyereményeket fogunk kisorsolni. Mik az első tapasztalatok? Nekem itt úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon élvezik a gyerekek. Ha bár még nem igazán tartunk a leglátogatottabb napoknál, de látszik az, hogy a gyerekek élvezik, és nagyon-nagyon szeretik, sőt nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. Bár egy hetes rossz időt tudunk magunk mögött, de mégis mit lehet mondani, hogy indult a szezon itt Sárváron? Az idei évünk eddig a tervhez képest alakul. Azt kell tudni, hogy a sárvári gyógyfürdőnek jellemzően 750 ezer látogatója van évente, ettől néha kicsit több, néha kicsit kevesebb. Az idei évre óvatos becsléssel 744 ezer látogatót terveztünk, és az eddigi időszak, ha bár a június egy kicsit rossz volt, az eddigi időszak hozta az elképzeléseinket, úgyhogy időarányosan jól állunk. Ez egy önerőből megvalósult fejlesztés volt ez a sárkányvár, de terveznek még valamit az idei esztendőre? Ez egy 70 millió forintos önerős beruházás volt. Amit még tervezünk az idén, a KB gyógymedencének a külső részét, a szabadtér részét szeretnénk felújítani szeptember és október hónapban, és ezzel tartjuk magunkat ahhoz a világnézetünkhez, vagy ahhoz a hitvallásunkhoz, hogy minden korosztálynak szeretnénk egy picit kedveskedni, a sárkányvárral a fiatalabbaknak, a KB gyógymedence burkolásával pedig a középkorúaknak és az idősebb korosztálynak. Tudom, hogy az igazgató sohasem elégedett, de augusztus végére, ha eljutunk, mivel lenne elégedett, mikor lenne elégedett a fürdőigazgatója? Hát akkor lennék elégedett, hogyha az július-augusztus hónapunk igazán jól sikerülne. Nem árulok el vele titkot, hogyha elárulom azt, hogy a valamennyi gyógyfürdő esetében így van ez. Hát ha egy jól sikerült júliusunk és augusztusunk lesz, akkor nagyon örülni fogok. Hát a vendégszámokat pedig majd meglátjuk, és ezen kívül, hogy a vendégszámokról beszéljünk arról is, hogy az is nagyon fontos nekünk, hogy az ide látogatók jól érezzék magukat, és mennyiségi szolgáltatáson kívül természetesen minőségben is gondolkodunk. Szeretném, hogyha jó véleménnyel lennének rólunk, ha megelégedettek lennének nem csak a medencék és a csúszdák által nyújtott szolgáltatásokkal, hanem a rendelt tisztasággal, a kollégáimnak a vendégszeretetével is. A sárvári gyógy és élményfürdőben óriás csúszdák, különböző sportlehetőségek, játékok és animációs programok meg annyi szórakozást kínálnak minden korosztály számára egész nyáron. Rád vár Sárvár! Sárvári gyógy és wellness fürdő, abban úszkál Loch Ness Ernő. Dolgozik vadul a nap erőmű, vadul dolgozik, zik, 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 vadul dolgozik, napozik. Pancsóna vidám, gyerek tábor, egy vízi kalóz, igazán.
igen bátor. Lóra pattan, ki nincs fából. Ez uram, egy víziló. Úristen! Ez uram, egy víziló. A Sárvár fürdő remek móka, bíka, cápa, ott egy fóka. A csapatunknak dobogója, az öcsi bugyogója. Nincs bója, az öcsi bugyogója. Könnyű neki, kigyúr testen. Ucc, gyerünk, sportolj egyszer. Éljen az izom. Na erre iszom. Éljen az izom. Sárvári gyógy és fel lesz fürdő. Nem csalódik, aki eljő. Boldog a nép, s végül felnő. A Sárvár fürdő. Sárvár! A fürdő Sárváron.